Sóstúzó. Fennállásának legeredményesebb évét zárta a Nyíregyházi Állatpark 2018-ban több mint 550 ezer látogatóval rekordot döntöttek. Jelentősen nőtt az új autók piaca, több mint 136 ezer új személyautót helyeztek forgalomba 2018-ban, ez 17%-os növekedést jelent. 100 éves gyűjtemény, jubilál a dr. Kálai Rudolf orvostudományi szakkönyvtár és közművelődési gyűjtemény. Fennállásának legeredményesebb évét zárta tavaly a Nyíregyházi Állatpark. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Több mint 550 ezer látogatóval és különleges állatok születésével büszkélkedhetett 2018-ban a Sóstúzó. Az idei évi tervek között szerepel egy európai szinten is egyedülálló jégkorszaki állatbemutató és egy indiaház megépítése. Az állatpark több mint 140 fős dolgozói csapata újult erővel kezdi a 2019-es évet. A Nyíregyházi Állatpark 22 éves történelmének legkiemelkedőbb évét zárhatta 2018-ban. Megdőlt a látogatószám is, 550 ezer vendéget számoltak tavaly a Sóstúzóban. A tavaszi időszakban nehezebb volt fenntartani a park látogatottságát a számtalan építkezés miatt, de így is sikerült ide csalogatni a vendégeket, mondta Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója. Mi nagyon örülünk annak, és inkább ezzel kezdem, hogy született egy kis afrikai elefánt, majd ősszel született egy kis páncélos indiai rinocérosz. Ez a két állat mind a kettő olyan, amiből nagyon kevés elefántból nem is született tavaly Európában más, a nagyon ritka indiai páncélos rinocéroszból összesen 3 született Európában. És mindezek mellett összesen 200 kis állat jött világra a Nyíregyházi Állatparkban. De hát igencsak gazdagodott a gyűjteményünk saját szaporulattal is. A több mint 30 hektáros tölgyerdőben kialakított állatparkban számtalan beruházás megvalósult az elmúlt években, olyanok, amelyek az állatok és a látogatók komfortérzetét egyaránt növelték. A fejlesztések és bővítéseknek köszönhetően akár 3 napos programot is jelenthet a családok számára a Nyíregyházi Állatpark megismerése. Hosszú idő után elkészült, nagyon régóta vártunk erre a hópárducoknak a tenyészkifutója, ami nagyon látványos, nagyon szép, és úgy tűnik, hogy a hópárduc is jól érzi benne magát, mert alig lehet látni az állatot. Tehát sikerült olyan kifutót építenünk, amiben kellemesen tud rejtőzködni, csak akkor jön elő, hogyha úgy érzi, hogy meg akarja mutatni magát. Tehát minden reményünk megvan arra, hogy el tudnak vonulni majd, és tudnak is hópárducokat nevelni. Elkészült a látogatócentrum, amit sokan látnak, akik Sóstóra jönnek, aminek mi nagyon örülünk, mert úgy érezzük, hogy ez Sóstó kapuja is egyben, tehát egy olyan látvánnyal fogadja Sóstó a turistákat, vendégeket, még ha van is olyan, aki nem hozzánk jön, akkor is Sóstóra belép, hogy nagyon reprezentatív élményben van részük. A látogatócentrummal párhuzamosan megújultak a park útjai, elkészült az ökológiai tanösvény, van most már egy hátsó bejáratunk is, amit úgy gondolom, hogy tavasszal beindul, és nagy szükségünk lesz rá. És hát ugye a legnagyobb beruházás volt a Hotel Pangea. A Nyíregyházi Állatpark szállodája is 2018-ban épült meg. Közép-Európában is egyedülálló hotelnek számít. A Pangea egyik oldaláról kilátás nyílik a Sóstói tóra, a másik oldalról pedig az állatparkra. A szállodában kialakított 38 szoba mindegyike egy-egy állatról szól, az épületben pedig oktató és konferenciaterem is működik. A Nyíregyházi Állatpark komplex 6,7 milliárd forintos fejlesztését a Modern Városok Program forrása biztosítja. A beruházási csomag 5 részből áll, ebből a már 3 elkészült elem, a hópárduc kifutó, az új bejárat és a Pangea összesen 2,3 milliárd forintba került. Maga a Pangea költsége 1 milliárd 650 millió forint volt. A jövőre nézve is vannak tervei az állatparknak. Ősszel elindulhat egy olyan beruházás a Nyíregyházi Állatparkban, ami azt reméljük, hogy egy emblematikus épülete és attrakciója lesz az egész országnak is. Ez pedig a jégkorszaki állatbemutató, ami egy interaktív bemutató, és ami visszavisz minket 20 000 évvel a jégkorszakhoz.
és bemutatja egyrészt azokat az állatokat, amik akkor éltek makettek formájában, másrészt a sarkvidékek állatvilágát, az északi és a déli sark állatvilágát, de nem is akárhogy, a különleges formában, és hát erről többet nem szeretnék mondani, de az, hogy interaktív, az azt is jelenti, hogy időnként bekapcsolódik a vendég abba a millióbe, térbe, ahol lesz, és tele lesz ez meglepetésekkel, különösen nyáron nagy élmény lesz a sarkvidéken sétálni. Ezzel párhuzamosan indul az úgynevezett India Ház projekt. Ez a létesítmény majd India állat- és növényvilágát mutatja be. De elsősorban az lesz a célja, hogy a tavaly bővült indiai rinocíros család még biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között éljen Nyíregyházán. De az állatpark állománya is bővül idén. A napokban szumátrai tigrisek érkeznek Sóstóra. Ezentúl a tudományos találkozók színhelye is lesz a Nyíregyházi Állatpark 2019-ben. Több mint 136 ezer új személyautót helyeztek forgalomba 2018-ban, ez 17%-os piaci növekedés jelent. A bővülés elsősorban annak köszönhető, hogy egyre több kedvező kamatozású hitel közül választhatnak a vásárlók, illetve a magasabb jövedelmek is pozitív hatással voltak az eladásokra. A gépjármű importőrök 2019-ben is a piac bővülését várják. A gazdasági válság idején jelentősen csökkent az új autók piaca, a legnagyobb mélypont 2010-ben volt. Azóta azonban fokozatosan javuló tendenciát mutat a piac, 2018-ban pedig már jelentős növekedés volt megfigyelhető. Összességében elmondhatjuk, egy nagyon sikeres évet tudhatunk magunk mögött. 17%-kal nőtt a személygépjármű piac, ez egyébként 136.601 darab autó forgalomba helyezését jelentette. Egyébként még az is hozzátartozik, hogy lehetett volna ez a növekedés nagyobb is, viszont ugye az idén életbe léptek bizonyos környezetvédelmi szabályozások, aminek az egyik pontja az, hogy nagyon hosszú tesztfolyamatokon kell átmenni az új autóknak, mire megkapják a forgalomba helyezésre szükséges engedélyt, úgyhogy nagyon sok autó átcsúszott már az idei évre, úgyhogy a szerződéskötések száma ettől még nagyobb számot tud mutatni. Tavaly már jelentős mértékben tértek vissza a magánvásárlók a személyautók piacára. Ennek a vásárlói környezet javulása áll a hátterében. Egyrészt növekedtek már a hitelfelvételek, tehát már az emberek bátrabbak, vannak nagyon jó kamatozású hitelek, fix kamatozású hitelek is vannak már jobban, mernek az emberek esetleg vállalni terheket, és hát nyilván az, hogy növekedtek a jövedelmek, ez azért segíti ezt a növekedést is. Kis haszonjárművekből mintegy 23 ezer darab került forgalomba tavaly a teljes év alatt, 14%-kal múlva felül az előző év adatát. A motorkerékpárok forgalomba helyezése 31%-kal bővült 2018-ban, ez elérte a közel 3 ezer darabot. De egyre növekszik az elektromos és hibrid járművek piaca is, azonban itt még bizonytalanság tapasztalható, mind az eladói, mind pedig a vásárlói oldalon. Én úgy gondolom, hogy ez még azért inkább csak divat, azért még sok kérés van az elektromos autókkal kapcsolatban. Nagyon komoly fejlesztések vannak. Volkswagennek is volt a héten egy bejelentése, hogy egy új töltőállomást fejlesztett, ami már egy ilyen hordozható töltő, de a mi márkáink azt mondják, hogy amíg 500-600 kilométert nem tud elmenni egy elektromos autó, addig nem fogják bevezetni ezeket a modelleket, de igen, nő egyébként a kereslet ezek után is. A Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete 18%-os piaci növekedésre számít a személyautók piacán 2019-ben. Előrejelzésük szerint összesen csak nem 160 ezer személygépkocsi forgalomba helyezésére számítanak. Ezen belül 2 ezer lehet a tisztán elektromos autók száma, ami 54%-os növekedés az előző évhez képest, és 1000 plug-in hibrid autót adhatnak el, ami 30%-kal haladja meg a tavalyi értékesítést az Egyesület várakozása szerint. Az Egyesület előrejelzésében 30 ezer új kis haszonjármű forgalom helyezése szerepel, ami 13%-kal több a tavalyinál. A nagy haszonjárműveknél 11%-os növekedést, 7 ezer új forgalomba helyezést várnak, a buszoknál 21%-os növekedésre, 800 új buszra számítanak. A motorkerékpárok forgalmazásában pedig 10%-os bővülést jeleznek, ami 3300 új jármű forgalomba helyezését jelenteni.
Az országgyűlés múlt év decemberében módosította a kéményseprőipari tevékenységről szóló törvényt, amelynek következtében a továbbiakban az önkormányzati tulajdonú lakások bérlői is ingyenes ellátásra jogosultak, olvasható a megyei katasztrófavédelem hivatalos weboldalán. A törvény módosításának következtében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlői számára is, tehát térítésmentessé vált a kéményseprői ellenőrzés, tisztítás és felülvizsgálat. Az önkormányzati ingatlanok égéstermék elvezetőinek rendszeres felülvizsgálata pedig a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervének feladata. 19 út újul meg megyénkben hamarosan a Magyar Falu program keretében, egy még december végén megjelent kormányhatározat értelmében. A leghosszabb szakasz a Kisart-Fehérgyarmattal összekötő út 8,5 kilométeren történő felújítása. Ezen kívül elkészülhet az Érpataki bekötő és Ömbölyre vezető út, Nyírbélteket is érintő útszakasza. De megújítanák a Nagyhalász-Kemecse összekötő utat és a Debrecen-Máté-Szalka utat Nyírmeggyes érintésével. A Magyar Falu program útfejlesztési programja érinti még Beszterecet, Csengert, Demecsert, Érpatakot, Fehérgyarmatot, Kemecsét, Kisfástanyát, Máté-Szalkát, Nagyhalászt, Napkort, Nyírbélteket, Nyírmeggyest, Nyírtast, Ömbölyt, Őrt, Papost, Székelyt, Tivadart, Vaját, Vargabokrot és Zsaroyánt is. Elfogadhatatlan, hogy a családi pótlék és a mindenkori öregségi nyugdíj minimum mértéke már 10 éve nem emelkedett. Ez a kormány szociális érzéketlenségét mutatja, hangzott el az MSZP nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Kiemelték, az is 10 éve fennálló probléma, hogy a közalkalmazottak bértáblája nincs a minimál bér emeléséhez igazítva, ami úgy látják diszkriminatív és a biztos jövőképet is elveszi. A szocialista párt szerint hatalmas bérfeszültséget és bérlemaradást okoz, ami a közalkalmazottak széles rétegét 70-80%-ukat érinti. Újabb minimálbéremelés történt Magyarországon, de közben ez bérfeszültséget is okoz méghozzá azért, mert a közalkalmazottak körében gyakorlatilag 10 éve nem volt jelentős béremelés Magyarországon, és az a helyzet alakul ki most már, hogy akár több diplomával rendelkező és akár 20 éve dolgozó közalkalmazottak is gyakorlatilag Magyarországon a minimálbér környékén keresnek, és ezt egyszerűen elfogadhatatlannak tartjuk. Itt lenne az ideje, hogy újra visszatérjen a kormányzat, a fideszes kormányzat ahhoz, hogy a minimálbérhez rendezi a diplomás béreket is, és egyfajta automatizmussal a minimálbér emelése egyértelműen béremelési következményként jelenjen meg a magasabb végzettséggel rendelkező körében is. Száz éves a dr. Kálai Rudolf orvostudományi szakkönyvtár és közművelődési gyűjtemény, a megye legjelentősebb orvos egészségügyi gyűjteménye. Ez alkalomból tudományos ülés szerveztek a József András Oktatókórházban, amint egy 23 ezer kötetes állományban megtalálhatók a legújabb hazai és külföldi orvosi szakkönyvek és folyóiratok, valamint egyéb dokumentumok is. A könyvtár büszkesége az 1945 előtti archív könyv és folyóirat állomány. Vérnyomásmérők a 60-as, csecsemő mérleg a 70-es évekből, és több évtizedes gyógyászati segéd és kiegészítő eszközök. Ilyen emlékeket is őriz a dr. Kálai Rudolf orvostudományi szakkönyvtár és közművelődési gyűjtemény. A szakkönyvtár a körében mindig is előkelő helyet foglalt el az orvosi tematika. 1996. októberében a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 40 könyvtár képviselője megalapította a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségét. Ennek egyik alapító tagja volt a nyíregyházi is. Ezeket a mára már csak emléknek számító eszközöket a jelenlegi diákok is megismerik a kórházi gyakorlatuk során. Ezeket azért érdemes tudni, azért érdemes ismerni, mert azt a fejlődést tudjuk ezzel tulajdonképpen értékelni, amin átment az orvostudomány. Ez ugyanúgy vonatkozik a műtéti, a diagnosztikai eszközökre, hisz nem lehet ide betolni egy MR készüléket, mert az nem is férne el. Ma már ilyenekkel gyógyítunk, és az, ugye itt oktatási központban vagyunk, itt vannak hallgatók, akik ápoló képzésben részt vesznek. Én szoktam a kollégáimnak biztatni őket, hogy csak mutassák meg nekik, hogy valamikor hogy is történtek ezek a dolgok. Azt gondolom, hogy ez egy alapot jelent arra, hogy a jövőbők megfelelő módon tudjanak gyógyítani.
Nem csak a dr. Kálai Rudolf orvostudományi szakkönyvtár és közművelődési gyűjtemény 100 éves évfordulóját ünnepli az egészségügyi intézmény. Idén 120 éves maga a kórház is, tette hozzá Adorján Gusztáv főigazgató. Erre az évfordulóra rendezvénysorozattal készülnek. Ennek első állomása volt a csütörtöki centenáriumi tudományos ülés. A Nyíregyházi Orvosi Könyvtár az intézmény első igazgatójának, dr. Kálai Rudolf nevét kapta az 1918-as alapításakor, amikor saját tulajdonában lévő folyóiratokat és könyveket ajándékozott a gyűjteménynek. Ma már egy 45 ezeres kötettel rendelkezünk, rengeteg folyóirat előfizetéssel, és hát a mai kor 21. század kihívásnak megfelelő, hát hogy mondjam, adatbázisokkal, amelyeket ugye up-to-date adatbázis rendelkezésre áll a kollégáinknak, úgyhogy nagyon fejlett, hát hogy mondjam, informatika, de a múltra alapozott gondolkodással végzük ezt a munkát a könyvtárba. Azt gondolom, hogy egy kórháznak, meg fölteszik a kérdéseket, kell-e vagy nem kell, én azt gondolom, hogy kell, nagyon is kell, hisz kell egy hely, ahol centrálva, összefoglalva kollégák, kolléganők utána tudnak nézni bizonyos dolgoknak, a gyógyításhoz, a kutatáshoz, hisz mi is, mint oktató kórház részt veszünk a Debreceni Egyetem, illetve a főiskolában is, mind a graduális, mind a posztgraduális képzésben, és ehhez bizony egy megfelelő információra van szükségünk. Iszonyatos mennyiségű orvosi információ zudul ránk naponta, és ennek a tisztázásába is, tehát a prioritások egyebekben is nagyon nagy segítségét jelent. A mindennapi gyógyító munkához fontos, hogy tisztában legyenek a múlttal is a szakemberek. A könyvtár és dolgozói nagy segítséget jelentenek ebben nap mint nap. Elégedett a felkészülés során tapasztaltakkal az Orán Pistyák, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. A szakember a klub mai sajtótájékoztatóján elmondta, bízik abban, hogy a bajnoki rajtra összeáll egy egységes, erős csapat. A Spari szombaton a Balmazújváros fogadja, majd kéthetes törökországi edzőtáborba utazik az együttes, az NB1-be tartó Pekár László nélkül. Bár az időjárás az elmúlt napokban nem volt éppen focista barát, a tervezett munkát elvégezte a Nyíregyháza Spartacus. Zorán Fisják vezetőedző a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, céljuk az, hogy a bajnoki rajtra egy szintre hozzák a játékosokat. A januárban érkezett szakember számára ugyan nem voltak ismeretlenek a nyíregyházi futballisták, a közös munka során értékes tapasztalatokat sikerült gyűjtenie. Ismerkedő helyt volt, de ugyanúgy azt mondanám, hogy én már ismerem ezeket a játékosok, volt játékos, vagyis vannak játékosok, akik már voltak velem, dolgoztak velem, sokat meccseltünk. Vannak új játékosok, vannak fiatalok, ez a 8 nap, ami munkában volt, nagyon hasznos volt, mert sokat tanultunk egymásról, sok információt összegyűjtöttünk, úgyhogy már lassan kezdett kialakulni a váza csapatnak, ugyanúgy a terheléseket is kapták menet közben, úgyhogy azt mondom, hogy a csapat, mint csapat épül, az a rendszer, amit elkezdtük építeni, vagy indítottunk, az már mutatja az eredményeket, akár az edzéseken, akár az edzések után, sok elemzés volt, sok beszélgetés volt, sok munka volt, úgyhogy azt mondom, ezeket a napokat nagyon maximumra tudtuk felépíteni, és sokat tudtunk belőle kihozni. Nagy mozgás nem várható a játékos keretben. Az ősszel 8 gólt szerző Pekár László távozott, pótlásáról még nem született döntés. A csapatkapitány szerint az összeszokottság lehet a Spari egyik erénye. Egy játékos távozott, illetve hát bízom benne, hogy 3 játékos teljes értékűen felépült. Az nagy erősítést jelenthet nekünk. A csapat gerince az adott, ehhez kell jól megerősíteni a felépülő játékosokkal, illetve talán egy-két poszton elfér a csapatra az erősítés. Biztos vagyok benne, hogy ez előrönyünkre fog válni, hogy a maga az megmaradt. Én azt gondolom, hogy ez a jövőre nézve reményt ad annak fejébe, hogy sikeresebbek leszünk. Jelenleg 12 utánpótláskorú játékos szerepel a Spari keretében. A cél az, hogy minél több hazai kötődési fiatal jusson játék lehetőséghez. Az a cél mindenhol, hogy felkerüljön, és ez egy nagyon jó cél, de egy óvatosságot is szem előtt kell tartani, mert lehet a túlzottan elhamarkodott, úgymond a felnőtt csapatba történő betevés, az akár egy törést is okozhat a fiataloknál. Persze célunk az, hogy az akadémiával szorosan együttműködve dolgozzunk, de folyamatosan
tehát monitorozva játékosokat, és nézni azt, hogy a felnőtt terhelés az milyen hatással van rájuk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tehetség van az akadémián. Ugye az egész magyar labdarúgásban olyan tehetségek, akik mondjuk nem annyira látványos tehetségek, de hosszú távon kifizetődő velük dolgozni. Nyilvánvalóan persze türelem kell hozzá. A Spali szombaton 11 órától a Balmazújváros fogadja a Városi Stadion műfüves pályáján. Vasárnap két hétet Törökországba utazik a csapat, ahol 5 edzőmeccsen csiszolhatja formáját az Oranj Fissiek együttese. A világranglista 65. helyén álló Albert Lamos Vinolas ellen lép pályára az Australian Open első fordulójában Fucsovics Márton. A rangsorban 35. nyíregyházi teniszező mérlege egy győzelem és két vereség a spanyol játékossal szemben. Fucsovics párosban a román Kopillal, vegyes párosban pedig Babos Tímeával az oldalán indul. Magyar vegyes páros legutóbb 23 évvel ezelőtt vett részt Grand Slam tornán. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Fennállásának legeredményesebb évét zárta tavaly a Nyíregyházi Állatpark. Több mint 550 ezer látogatóval és különleges állatok születésével büszkélkedhetett 2018-ban a Sóstúzó. Az idei évi tervek között szerepel egy európai szinten is egyedülálló jégkorszaki állatbemutató és egy indiaház megépítése. Az állatpark több mint 140 fős dolgozói csapata újult erővel kezdi a 2019-es évet. Több mint 136 ezer új személyautót helyeztek forgalomba 2018-ban, ez 17%-os piaci növekedés jelent. A bővülés elsősorban annak köszönhető, hogy egyre több kedvező kamatozású hitel közül választhatnak a vásárlók, illetve a magasabb jövedelmek is pozitív hatással voltak az eladásokra. A gépjármű importőrök 2019-ben is a piac bővülését várják. 100 éves a dr. Kállai Rudolf orvostudományi szakkönyvtár és közművelődési gyűjtemény, amely a legjelentősebb orvosegészségügyi gyűjteménye. Ez alkalomból tudományos ülés szerveztek a József András Oktatókórházban, amint egy 23 ezer kötetes állományban megtalálhatók a legújabb hazai és külföldi orvosi szakkönyvek és folyóiratok, valamint egyéb dokumentumok is. A könyvtár büszkesége az 1945 előtti archív könyv és folyóirat állomány. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 10-én csütörtökön friss hírekkel, legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is sok lesz a napsütés, de hideg időre számíthatunk. Átmenetileg alacsonyabb nedvességtartalmú, hideg levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjeli órákban derült vagy gyengén felhős lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Az északi szél helyenként megélénkül, a Bodrog közben és a Hernád mentén megerősödik. Reggelre általában mínusz 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra mínusz 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. A hétvégén változékony időre van kilátás. Átmeneti felszakadozások mellett gyakran lesz erősen felhős az ég. Szombaton egyre kevesebb helyen, vasárnap ismét több felé számítani lehet csapadékra. A havat havas eső, néhol eső váltja fel. A jövő hét első felében elszórtan lehet zápor, hózápor. A nyugati szelet erős, helyenként viharos lökések kísérik. Kissé mérséklődik az éjszakai lehűlés, és erősödik a nappali felmelegedés, főként hétfőn számíthatunk enyhe időre.